Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket Böjt negyedik vasárnapján. Ennek a mai vasárnapnak és az Isten tiszteletnek különös aktualitása van, hiszen a járványhelyzet miatt a templomok és a gyülekezeti termek üresek, de a tévékészülékeken és az interneten keresztül kapcsolatba léphetünk egymással, beléphetünk otthonaikba, hogy énekkel, imádsággal és Isten igéjének hallgatásával így legyünk keresztény közösségben egymással. Nem csak evangélikus testvéreinket, hanem a református és katolikus testvéreket is szeretettel köszöntöm a második kerületi evangélikus egyházközségből. A mai vasárnapnak, Böjt negyedik vasárnapjának az igéjét János evangéliuma 12. részéből, a 24. versből olvashatjuk. Jézus mondja, bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Isten tiszteletünket kezdő énekünkkel, a 43-as énekkel kezdjük, melynek szövegét kikereshetjük énekeskönyvünkből, vagy olvashatjuk a képernyőn, és közben együtt énekelhetjük a Luteránia énekkarral, így is kifejezve közösségünket Jézus Krisztusban.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendj, Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek az ő vigasztalásának forrásából. Sóvárog, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Örvendj, Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek az ő vigasztalásának forrásából. Imádkozzunk! Örökkévaló Szent Isten, dicsőítünk téged ezen az ünnepi reggelen. Megköszönjük, hogy imádságunk és hitünk útján újra meg újra elmerülhetünk végtelen és örök szeretetedben. Bűnbocsátó jóságoddal tisztíts meg, és ölej magadhoz most is minket, hogy ünneplésünket megszentelje benned való boldogságunk. És mivel magadat Jézus Krisztusban mutattad meg a világnak, kérünk, hogy az ő szenvedésére és halálára gondolásunk is emeljen közelebb hozzád, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem embertársainknak, és mindenek felett te néked. Aki az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt, örök Istenként élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra felolvasásul kijelölt evangéliumi szent igét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 6. részében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni,
és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most az ige hirdetésre készülve énekeljük a következő énekünket, szintén együtt éneklés lehetőségével. Az énekünket megtaláljuk az evangélikus énekeskönyvünkben a 385-ös számon, de a képernyőn is együtt olvashatjuk, együtt énekelhetjük. Ezzel készüljünk Isten igéjének hallgatására.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapnak, Pöjt negyedik vasárnapjának igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében a 7. rész 22. versétől a következőképpen. Pál apostol ezt írja, mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Amen. Kedves testvérek! Mint említettem, egy különleges alkalom, ahogy most együtt vagyunk. De együtt vagyunk. Bár mindenki az otthonából követi nyomon ezt az Isten tiszteletet, hála legyen ennek a lehetőségnek, hogy így is eljuthatunk azoknak az otthonába, akik komolyan veszik az intést, a figyelmeztetést, a kérést, hogy maradjunk otthon. Olyan helyzetben vagyunk, amit sokan félelemmel, aggódással, bizonytalansággal élünk meg. Persze vannak olyanok is, akik nem értve ezt a mostani helyzetet, könnyelműen, néha talán felelőtlenül cselekedve, fittyet hányva a veszélyre mennek és élik tovább életüket. Hogyan éljük meg ezt a mostani helyzetet? Félelemmel, aggódással, vagy éppen bátran, szemébe nevetve a veszélynek? Bennünk is ott vívódik az a kétféle gondolat, érzés, amiről Pál apostol is beszél. Az értelem és az érzelem. Az értelem, amiről tudjuk, hogy komolyan kellene venni, amiről tudjuk, hogy hogyan kellene cselekedni, amiről tudjuk, hogy igen, a veszély valós, de ami ellen az ösztönünk viszont lázad. Nem akarjuk a bezárást, nem akarjuk a szabadságunktól való megfosztottságot, nem akarunk a kényelmünkről lemondani, nem akarunk magunkra maradni, nem akarunk nélkülözni. És ezért néha talán meggondolatlanságokat is teszünk. De ahogyan Pál, mi is el kell, hogy mondjuk, hogy az értelem és az érzelem különböző módon jelenik meg, és harcol bennünk. Talán ebből a helyzetből, ahogyan viselkedünk, és ahogy megéljük ezt a járvány helyzetet, ezt a különleges kormányzati intézkedéseket, ezeket a felhívásokat, az ezeknek való engedelmeskedést, ezek segítenek megérteni azt is, hogy hogyan is állunk mi Isten útján. Ahogyan hirtelen egy olyan helyzetben találjuk magunkat, amire nem voltunk felkészülve, ugyanazt éljük meg a hitünkben, a kereszténységünkben. Amikor ránk tör valami váratlan,
Amikor kizökkent, sőt, kiforgat bennünket valami a mindennapi kényelmünkből, a megszokott életritmusunkból, és cselekednünk kellene a józan ész szerint, de nem tudunk. Amikor ellen kellene állni a bűnnek, a kísértésnek, amikor döntést kellene hoznunk ösztöneink ellen, és nem tudunk. Amikor ránk támadnak a kísértések, a megpróbáltatások, amikor hív, vár a józan ész, hogy engedjünk Isten szavának, de nem tudunk. Jelenleg nagyon sok ember kétségbe esve néz körül. Mit tegyünk? Hova forduljunk? Honnan lesz segítségünk? Megyünk a törvények, a rendeletek után, próbálunk úgy cselekedni, ahogyan elvárják tőlünk, józanul meghozni a döntéseinket. De megment ez bennünket? Segít ez rajtunk? Jelen helyzetben, az egészségügyi helyzetben, a koronavírussal kapcsolatban minden bizonnyal igen, szükséges ezt megtenni. Életünk más részeiben viszont teljesen más döntésekre van szükség. Amikor emberi gyengeségeinket látjuk, amikor bűneinket, kudarcainkat, csalódásainkat látjuk, amikor ránk tör az egymással való kapcsolatokban a kudarc, a csalódás, a félelem vagy az aggódás, amikor nem tudjuk, mi vár ránk holnap, amikor nem tudjuk, hogyan fogjuk tudni kezelni a bezártságot, hogyan fogjuk tudni túlélni a szeretteinktől való elszakítottságot, ott van bennünk a kétségbeesés. Ki segít rajtunk? Pál apostol is ezzel a kérdéssel kiállt fel. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ki jön segítségemre a bajban, amikor az emberi erő, amikor a társadalmi összefogás, amikor a józan ész kevés, amikor az én személyes igyekezetem elbukik? Van-e segítség? Van-e, akit megszólíthatok, akihez fordulhatok a bezárt otthonban, akihez fordulhatok akkor, amikor már nincs erőm, amikor csak a kudarcaim azok, amelyeket megélek? Pál apostol tudja, kihez forduljon. Ő tudja, ki ad neki segítséget. Kitől várhat segítséget. Az evangéliumi szakaszban, a kenyér szaporítás csodájánál, amikor Jézus feltette a kérdést, hogyan lakassuk jól ezt a nagy tömeget, Fülöp és András az emberi tehetetlenséget fogalmazta meg. Nincs rá pénzünk, nincs rá eszközünk, a lehetőségeink korlátozottak. De Jézus tudta, mit fog cselekedni. Engedelmességre hívja a tanítványokat. Ültessétek le a sokaságot. Nekem van megoldásom a számotokra. És Pál apostol is ezzel a megoldással kínálja a római gyülekezetet. És mi, lelkésztársaimmal itt a városban és országos szinten is, együtt munkálkodva, kiegészítve gyülekezetek, szeretett intézmények munkatársaival és önkénteseivel, ezt
a megoldást kínáljuk, ezt hozzuk a megrendült, összetört, kétségbe esett otthonokba, a bizonytalanságban, félelemben, aggódásban élő emberek közé. Van megoldás. Van, aki segítséggel jön közénk. Pál apostol így folytatja. Hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő ott van, jelen van az életünkben. Ebben a bőti időszakban ő hív bennünket a vele való közös útra, amelyen keresztül elkísérhetjük őt egészen megváltásunk csúcspontjáig, a golgotai halálig. Ez a bőti időszak különös mindannyiunk számára. Nem a megszokott módon ünnepelünk. Nem a megszokott módon éljük meg nagy hetet és húsvétot. Hiszen bár még nem mondták ki, de nagy az esélye annak, hogy húsvét is hasonló körülmények között fog letelni a mi életünkben. Mindeközben nekünk is máshogy kell Jézust követnünk. Máshogy, mint ahogyan eddig megszoktuk. És talán ez a máshogy felébreszt bennünket. Felébreszt, hogy átgondoljuk életünket, átgondoljuk egymással és vele való kapcsolatunkat. Akkor, amikor érezzük a magányt, amikor érezzük szükségét a másiknak, szülőnek, gyermeknek, akik távol vannak, testvéreknek, barátoknak, ismerősöknek, akikkel már nem olyan természetes, hogy szót váltsunk és találkozzunk, de talán éppen ezért értékelődik föl egy-egy telefonhívás, egy-egy SMS üzenet, egy-egy Facebook vagy Messenger üzenet, fontos gondolatoknak, lelki, érzelmi üzeneteknek a megosztása, amelyek során rátalálhatunk Isten kegyelmes szeretetére. És nem csak rátalálhatunk mi magunk, hanem megoszthatjuk szeretteinkkel és mindazokkal, akiknek ugyanúgy fontos. Pál mindig is szükségét érezte annak, hogy önmaga átélje a Jézus Krisztusnak való hálaadást, a Jézus Krisztussal való együttjárást, és ezt az örömét és tapasztalatait megossza másokkal. Ez a bőti időszak különös módon, különös eszközökkel erre hív bennünket. Figyeljünk oda Jézus hozzánk szóló üzenetére, hívására, bíztatására. Arra a különleges útra, amiben még nem volt részünk, de ami éppen ettől lesz, ami számunkra sokkal-sokkal fontosabb, különlegesebb, erősebb, értékesebb. Kedves testvérek, értsétek meg, saját nyomorúságunk Isten kezében van. Ő tud és akar segíteni rajtunk. Rajtam, rajtad egyaránt. Ennek a városnak, gyülekezeteinknek, az országnak, egyházainknak a jövője az most azon van, hogy hogyan állunk oda Isten elé. Az elmúlt napokban sokan osztották meg az esténként közös imára hívó, buzdító üzeneteket. Közös imádság,
országos összefogással, közös éneklés országos összefogással. Ez minket is hív itt Mezőberényben. Gondolkodjunk el, Isten most új útra hív, új élettel akar megajándékozni. A félelem és aggódás helyett a valódi megváltás örömével. Ez az ő ajándéka ebben a nehéz helyzetben is. Mindeközben pedig gondoljunk imádságos szeretettel azokra, akik a megoldásért dolgoznak, munkálkodnak. Segítsük munkájukat azzal, hogy figyelünk rájuk, engedelmeskedünk, és Isten előtt erőért, bölcsességért, áldásért könyörgünk. Ezen a mai Isten tiszteletünkön is. Ami Urunk, legyen velünk, legyen irgalmas hozzánk, és áldja meg a mi életünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy bár nem a megszokott módon, de ma is együtt lehetünk a te nevedben. Bár nem templomban, vagy gyülekezeti teremben, de otthonainkban elcsendesedhettünk, és lelkileg együtt élhetjük meg ezeknek a perceknek a szentségét. Köszönjük neked, hogy te az elválasztó falak és helységek ellenére mégis összekötsz bennünket. Megadod nekünk lélekben az egységet, az összetartozást, a közösséget. Köszönjük a közös éneklést, a közös imádkozást, a közös igehallgatást, és azt, hogy szent lelked mindannyiunkra kiárasztod, hogy megújíts, gyógyíts, erősíts mindannyiunkat. Úr Jézus Krisztus, kérünk tekints gyengeségünkre. Lásd meg, mennyiszer elbuktunk, mennyire erőtlenek vagyunk. Kétségeinket, félelmeinket te ismered igazán. Te tudod, hogy mi minden forog a gondolatainkban, aggaszt ezekben a napokban. Az egyre több fertőzés, a szomorú halálesetek, az embereknek a kétségbe esett vásárlása, és a felelőtlenül továbbra is közösségbe menő, olykor ezáltal másokat fertőzők gondatlansága. Urunk, légy irgalmas hozzánk! Tekints ránk, akik most hozzád menekülünk. Tekints ránk, fordulj hozzánk, és a mi emberi kudarcainkba lépj be a te mindenek felett való erőddel. Táplálj bennünket a te kenyereddel, az élő kenyérrel, amely ma is hangzott a mi számunkra. Add, hogy gyengeségeinkből hozzád meneküljünk. Add, hogy félelmeinkbe tőled merítsünk bátorságot. Add, hogy hűségesek maradhassunk hozzád. Imádkozunk gyülekezeteinkért, egyházainkért ezekben a nehéz időkben. Adj különleges lelkületet a mi számunkra. Adj leleményességet gyülekezeteink elöljáróinak, vezetőinek, az ige hirdetőknek, hogy továbbra is elérjék híveiket, és megtalálják a hozzájuk vezető utat. Kérünk, légy városunk és országunk felelős vezetőivel,
akiknek nehéz döntéseket kell hozni. Azért, hogy működjön a megfelelő ellátás, azért, hogy korlátokat tudjanak szabni a fertőzésnek, a járványnak, de ugyanakkor el tudják kerülni a fölösleges pánikot és az indokolatlan korlátozásokat. Kérünk, légy azokkal, akik erejüket megfeszítve igyekeznek megoldást találni a helyzetre, ellátni a bajban lévőket, biztosítani a közrendet és a szükséges szolgáltatást, hogy otthonainkban is megkapjuk mindazt, ami elengedhetetlenül szükséges. Kérünk, légy a karanténban lévőkkel, a szociális otthonokba bezárt, szeretteiktől elzárt emberekkel, idősekkel, fiatalokkal egyaránt. Légy a gyerekekkel és pedagógusokkal, akik egy teljesen új rendszert kell, hogy megszokjanak, ráálljanak, sok esetben úgy, hogy nincsenek meg a kellő technikai feltételek. Urunk, Te látod küzdelmeinket. Segíts rajtunk! Ezen az ünnepi, böjti időszakban is mutasd meg, velünk vagy. Tőled jön az erő. Add békességedet, add a Te kegyelmedet. Add a megújulást szent lelked által a mi szívünkbe. Így áld meg hozzád forduló, hozzád kiáltó népedet. Hallgass meg minket, amikor együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül, Isten népe, aki most a tévék előtt és az internet előtt vagytok, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Kedves testvérek, záró énekünk nem az énekes könyvünkből való, de bízom benne, hogy dallama és szövege mind az idősebbeknek, mind a fiatalabbaknak elnyeri tetszését, és közvetíti azt az üzenetet, amelyen keresztül Isten erőtlenségünkben is meg akar erősíteni, gyógyítani bennünket Jézus Krisztus által. Amen. A szívem.
túl keveset szívből. Míg a betűről a szellem élni hív. Itt a szív. Pusztaság lett, törd most föl itt a szív.